Sziasztok, Painful vagyok, és itt egy újabb videó, és itt van velem család is. Sziasztok! És a mai videóban egy draftot fogunk, amit nem próbáltunk ezelőtt. Sose, és mindig tovább jutottunk az első körből. És ezekből a formációkból fogalma nincs, melyiket fogjuk választani, szerintem ráhagyom családra a választást. Ez tűnik a legbarátibbnak. Tehát akkor a 4-4-1-1-es próbák... Mi? Formációt fogjuk választani. És a csapatkapitányunk pedig... Messi, Lewandowski vagy Bale? Én azt mondanám, hogy Messi, és azért mondanám azt, hogy Messi, mert a La Ligából lesz legvalószínűleg csapatunk. Úgyhogy... Messivel kezdünk! És a következő választás rád esik. Nekem ezek közül... Torres vagy Alcácer. Torres tűnik szimpatikusabbnak. Az El Nino. Center forward pozícióba pedig... Hát... Az a Marek Janko... Nem. Ezzel a fantasztikus tempóval. Nekem innen senki nem tűnik. Rossi is. És ő spanyol is. De a Mandzukicot is választhatjuk. Rossi hogy lenne? Szelta. Ja! Jó van. Bocsánat, én nem vagyok. Jártas, és most lehet, hogy azt mondtuk Mandzukicot, de hát don't... Nem érdekel ki jön. Biztos, hogy itt választjuk. Azt a rohadt. Ez igen, ez olyan Gündogan. Modric. Megvan az összhang. És Hunter chemistry-vel. Na akkor mindig most kérünk ezt Sterlinget. Pedro is my name-o. És Leszel is, tényleg, mekkora? A bal hátvéd pedig... Jordi Alba. Vagy ne, Aspi. Jordira szavazott. Jordi spanyol. Jordi Alba beteg. Smalling rohadt OP. Igen. Viszont ez a Hummels, ez komolyan néz ki. De hát itt már abszolút nem tudjuk hova beépíteni, szóval Smallingre szavazok. És Hunter chemistry-vel. És a másik középhátvéd pedig... Az Boateng is izé lett. Én is rá gondoltam. Majd izé Hummels és Boateng jó lett volna, de jó, most... Jó, de hát most ezt nem tudhattuk előre. Tehát ez így nem lesz jó. Nem, egyáltalán nem engedd el. Luis. Esetleg Laporte vagy... Igen, Laporte vagy Umtiti. Szerintem próbáljuk meg Luis. Luis. Jó. Ez. Jobb hátvédet választunk inkább. Hát még majd az összhangon csiszolunk egy picit. Ne. Nem akarom. Zabalétát. Nagyon lassú. Hát de akkor Bellerin. Bellerin, csak hát neki még nem lesz messzi összhangja. Jó lesz így. És a kapus pedig... Jézus Mária, Stekelenburg. Azt hittem már ez a szál lesz. Becsúszott egy ilyet is. Nem hiszem, milyen szar kapusaink vannak. Fantilimon, ott van a barátod. Azaz, a kedvencem a Road to Division 1-ből. Ez a Gündogan az nagyon jól néz ki. Ezek közül... Williams vagy Juanfran. Juanfran... Van spanyol? Nincs. Nincs, neki csak messzi a sárga összhang, szóval semmivel nem lenne jobb. Szerintem ő nem. Vagy ő, vagy... Én Juanfranra szóval, vagy nem. Nem hiszem, hát várjá! Semmi nem lenne jó. Megcseréljük Luis-t és izét, és Valencia és Smallingot zöld linkkel lenne. Biztos, nem tudom mire gondolsz, de... Mutatom is. Gündogannak valószínűleg nem lesz maradása a csapatba, de... Spritz. Ő? Aha. Hát igen, mert bal hátvédünk az van egy kicsit jobb. Na menjünk tovább, te jössz a következő választással. Nem. De jó! Ő. Ez nem is lett kérdés. Ebből milyen csapat lesz, basszus kulcs? Kevés ez hangú. Az a baj. Ott van Sterling. Ott van Sterling. És ő kell. Bellerint be tudjuk rakni bal hátvédbe, és akkor ott már van egy
Lovató. Squat. Bél. Mario. Agüero! Meg... Szerintem átalakul Premier League lassan. Nem Premier League, hanem Manchester City. Mert jó jobb szélső kéne már csak a PL-ből. Én nem mondok semmit. De Agüero mellé van jó összhangja Messinek. By the way. Igen. Nolito. Nagyon jó. Ne. Nolito! De fáj. Te döntesz. Nolito spanyol. Igen. Kettőt léptél. Fánál volt esetleg. No. Nem, úgy fogjuk használni. Két csillagos cselező. Imádom. Oké. Okay. Fánálhatod akartam csak túl. Ügyes vagy. Na ne, na ne. Hagyjatok már békén, basszus kulcs. Ez a gipsz, ez jó lesz bármire is. Hát várjál, kéne, mert hogyha Premier League csapatunk lesz, akkor igen, el kéne, mert beér lesz akkor jobb hátvédés gipsz a bal. Fanáhol tett volna a bal, csak Milik érkezett. Basszus, izé kellett volna. Hát ezek közül igazából tök mindegy. Gyors. És az utolsó játékosunk... Buffal, vagy nem tudom. Hát nem tudom, szóval mehető. És most összerakjuk a csapatot, aztán... Választunk menedzsert. Aztán választunk menedzsert inkább. Na gyerekek, összehoztunk egy 186-os draftot, felkiáltójel, négy felkiáltójel. És nézzétek meg mindjárt ezt a csapatot, ez olyan brutális lett ez a csapat, 100-as összhang megvan. És itt is van a kész csapat, úristen, Messin kívül mindenki 8-9-es, 10-es összhanggal van. Az a Gündogan De Bruyne középpálya az rohadt erős. Az a védelem is rohadt erős, amúgy. Amúgy igen. Jézusom, ha ezzel a csapattal nem jutunk tovább egy körből, akkor... Semmi nem lesz, csak a szokásos. 8-1 FC, VS, Stars FC. És a csapata... Erős. Nem rossz, nem rossz. A védelmi, Otamendi az ott megtörhető. A védelme egy törhetőbb, a középpályáján jó a védekezés, de nem túl sok az összhang. Mármint, hogy azért van, de csatársorában meg Kostának abszolút nincs összhang, de ő amúgy is veszélyes. Így próbálom meg neki menni az ellenfelünknek. Az a zsuga! De jó ég, mekkora zsugát adott! Nem mondom, hogy a lábommal is csúsztam egy kicsit, de csúsztam egy kicsit rám. Az. Steke a kapuban nagyot védett, most kellett is. Én már bent láttam. Eddig egy kiegyenlítettebb meccset láthatunk. Vissza Miki Tarjánnak. Agüero! Agüero! Gyönyörű! 1-0 ide a 30. percben, Agüero! Jaj, de szép gól volt. De Bruyne nem, Mkhitaryan passzával. Agüero kilőtte a hosszú sarkot, esélyese volt a kapusnak. Csak nézte, ahogy elszállt mellette a labda. Nem tudjuk letenni. Fél idő van, 1-0 az állás. A fél idő másik felében inkább a védekezésen volt a hangsúly, de ezt tökéletesen láttuk eddig el. Lekopogtam. Remélhetőleg a folytatásban is így fogjuk csinálni. És remélhetőleg tovább jutunk a következő körökbe. Mert ez eddig nagyon-nagyon szimpatikus volt. A csapat is nagyon szimpatikus, amúgy. És tényleg egy jó Premier League csapattal jobban lehet játszani, mint a BBVA-val. Se baj még. Ájjajjajjajjajj, elvitték mellettem. Elrontott most a védekezést, csapatos túl, és igen. És így kapjuk meg a gólunkat. Diego Costa az üres kapuba begurítja, és hát nem volt annyira üres. De mégse ér oda senki, pont lemaradt Bellerin lába onnan. Ja, több hibát is vétettünk egymás után, ami gólba fulladt. Messi elviszi több ember mellett. Az es, bocsánat. Szóval kilőttük a stadionból a biztonság kedvéért. Stekelenburg.
Spori, kérlek, fújj le a meccset. Vége van a rendes játékidőnek, ellenfelünk a második fél picit megfingatott minket, és mi cserélünk is ennek örömére. Hármat cseréltünk, Jordiába jött be Gibbs helyett, Gündogan helyett jött be Modric, és Messi helyett Milik. Milikben nagyon nagy reményünk van, kicsős cselező, de nagyon jól fejez be, személyes tapasztalataim alapján. És Milik! Nagyon döntes. Fél idő. Ennyi volt. Ez nem jó, én őszinte leszek, én nem akarok 11-eseket lőni. Szerintem senki nem akar. Mármint, hogy amikor mondtam, hogy fogunk lőni, akkor láthatod, hogy milyen jól lőttem, amikor veled vagyok. Mondjuk én ma már egyet fogtam, és egyet már lőttem. Jó, nem baj, ennyi kellett. Az ütő ér, nem tudom mi, nem tudom, hogy van a kifejezés. Ne! 11-esek jönnek és én kezdem. Mi hiszem el, hogy elvetődött? Vagy panyékázik, nem tudom, hogy mekkora arca van neki is. Most hiszem szentséggel kivetődött előlünk. De vissza lehet hatni a visszavonalat? Visszavonalat. Most nem mindegy. Habci! De megint középre, jó, a következőnél középen kell maradni. Köszönöm. Én is köszi. Nem tudom, középen. Maradj középen, és tudom. Sterling. Sterling. Hogy? Szedte ki! Messi, Messi múlik. Messi múlik. James. Tudom, hogy ilyenkor nehéz. Lazán a sarokba, király. Nálunk van az elején, Gündogan. Gündogan. Sarokba, Lazán. Kitárjál. Bemegy! Hú! Srácok, ez egy nagyon izgalmas büntetőpárba, esküszöm! Miért nem? Nem betűdik! Csak lazán tudod. Nálunk van az előny. Just chill. Nálunk van az előny. Jobb, persze, hogy jobb! Nem bírom. Nem bírom nézni, srácok! Hú! Érezte. Most jön a védés. Nem lehet, öreg, ez már nagyon hosszú videó lesz. Nem! Nem lehet ki! Nem lehet ez behelyezted a filóba. Nem engedjük nekik, hogy megnyerjék. Megolsták el! Ez az! Ez a srácok tovább! Megjutottunk a draft első köréből! Kellett hozzá 9-11-es, 120 perc, de tovább jutottunk! Ez nem tudom, ez nagyon öröm, mint hogyha megnyerném a Food Champions 40-40-nel szerintem. Ezt is úgy gyerek előtted, ott maradt a lába. Azt a mekkora védés! De hányszor nyerhettünk volna? Ez megérdemelt volt! David Luiz volt a meccsembere, teljes... Nem a meccsembere, de nálunk a legjobb, teljesen Osztok, megérdemelten. Jaj. Azt a mindenit, ez... Gyerekek! Nem tudom, hogy most lesz a vége a videónak,
Mi ezt még természetesen tovább fogjuk játszani. Mi játszunk, persze. De lehet, hogy így egy epizódnak, vagy draft első, vagy végig lesz. Egy, 30. Jó, király, akkor jöhet a következő mérkőzés. Megtaláltuk ellenfelünket, a Borussiát. Így. Bajuszos mezbe leszünk. Nekem ez a kedvenc mezem. Ez nem ilyen előrendelői mez? És lássuk a csapatát. Jézus Mária! Ne! Egy nagyon erős támadósor, egy érdekes középpálya, és egy közepes védelem, de a támadósor az brutálisan erős. Hát konkrétan azt szerintem a lehető legerősebb, vagy valami ilyesmi. Nem, mert van 90-os Ronaldo is. Jó, de nem úgy értem. Tehát így játékosok szok. Ja, csináljuk. Here we are. Supporting player alongside. Ó! Maybe he'll cross it here. De beadászlás volt? Nem. Csak nem tudom befejezni. Te viszont be tudod? Be tudom! És feladod a kapuban! Aguero a negyedik percben! Milyen se volt a Mkhitaryan talán úgy? Nem tudom, azt én szoktam használni élőbe. Élőbe se tudom ezt utálasztani. Gündogan ott, hello! Milyen boldog. Én is boldog lennék, hogyha a futcsam... Mi ez? Footdraft második körében vezetnék 1-0-ra Aguero goljával. Hoppá, erre nem számítottam, hogy elvezeti mellettem sajnos. Ajaj, Ibrahimovic. De három a... Megöltem? Meg. Bocsánat. Sárga Smolinnak. Jó, többet nem fogok ilyet. Nem direkt volt esküvőnye. Vonal! Elkéstem. Rájöttem, hogy messzi légy a szabadot, aki tud szabadot. És debel. Na jó. Ez buszi, hogy egy buta szabálytalanság volt. Elfelejtett izé. Nagyon csúnyán elfeledkeztem, hogy befelelni a vonalra. Nem baj, ma megszereztük egyszer a vezetést. Jó, az nagyon szép. Az Messi, és a lövés! És az Messi, és 2-1! 19. percben rögtön Aguero passza után Messi is megszerzi a gólt. Gyönyörűen betekerte a bal felső sarokba egy nagyon szép összjáték után. Testégenek nem volt túl sok esélye. Hoppá! Aguero! És tovább jutott a kapuson, de nem hiszem, hogy nem jutott át ott a... De nem már! Fél idő van. Azt hittem befújt a szabadot onnan. Fél idő van, több lövésünk volt, több talált kaput, jobban játszunk, megérdemelten vezetünk. Most nem szabad egy gyors gólt kapni a második fél idő elején, mint az előbb. Passz. Ezért inkább egy pici passzolgatással kezdjük ezt a fél időt. Ajjaj, oda kell Lögtem rajta egyet pedig, de nem a... Hú. Az elején még tökre örültem, hogy jel, lesz benne deb, meg nem tudom. Most már kitiltanám a sportból. És James kevesebbet játszik vele, mint én, szóval én mit érezhetek? Ott a lövős! Ne, lepattant a védőről, pedig Bayerinnek szép volt. Eventually. Good forward play from them. Az Gündogan húzta tovább. Visszahozzák. Ne, jó működik a csapat ez a baj. Mindig nem tud el semmit vezetni szerintem. Őszintén. Hogy futott körbe? Nem tudom, és ezt nem is értem, hogy sikerült. Vissza meg! Vagyis hagyja a 4-2-re vezetni. Jó, az mindjárt így leszi. Hát srácok, mi mindent megtettünk, eljutottunk a második körig, jeeeej! Hátra kapunk még egy draft tokent. Nem, hátra kapunk valami Team of the Group Stage-es srácot, amire nem látok reális esélyt, de aztán Isten tudja. Hát, nem borzalmas pakkok. Na jó, azért de. Először is meglátjuk a Silvert. Inform. Will Griggs! Will Griggs on fire! Got defenses turned fast and Will Griggs on fire! Hogy ne ismerném? Várjál, segíteni akarok. Király! Kinyitjuk a második pakkot.
tam 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 tam. Pedro Leon! Nézzétek Marketunst, csak annyit mondok. Hát ez rendkívül szomorú. És utolsónak gyerünk. Hát ez elég kicsi volt. Hát srácok, ennyi lett volna ez a draft epizód. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Valahol itt lesz a képernyőn az előző draftunk, vagy egyéb videók tőlünk. Ja, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, hogy iratkozzatok fel. Hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, és írjatok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Painful voltam, soha viszont hallásra!